Hello mindenki! Ez így elég unalmas, nem? Mármint a világítás, mert bármilyen drága kamerát is veszel, a végeredmény, ha csak az ablakon keresztül világítasz, akkor nagyjából valami ilyesmi lesz. Lapos, unalmas... Tegyük egy kicsit érdekesebbé. Tervezzünk világítást, nem lesz olyan nehéz, mint amennyire hangzik. Mondjuk hangzani sem hangzik nehéznek. Akkor meg Tarts velem a következő néhány percbe! A lényeg, hogy ha csak az ablakon keresztül világítasz, akkor nem nagyon tudod megtervezni így a szobának a világítását. Ha éppen valami ilyen szép szortas, borultas fény árad be a nagy ablakokon, akkor valami ilyesmi eredményt kapsz, ha meg éppen hétágra süt, meg pont szemből a nap, akkor meg még rosszabbat. Úgyhogy az első lépés az bármennyire furcsa is a világítás első lépése, hogy szárjuk ki a külső fényeket. Sötétíts be, amennyire tudsz. mindjárt már sokkal jobb, ugye vár. Ennek az a végeredménye, hogy vagy nem lát semmit a kamerád, vagy felnyomja tök igaz érzékenységet, mert hogy szüksége van, hogy lásson valamire, azt ez lesz a végeredmény. Apropó izó mielőtt még mindent elkezdenénk, nézzük meg, hogy mi az, amit érdemes beállítani a kamerán például ezt az izónak nevezett érzékenységi értéket, vagy valamit, ezt érdemes minél alacsonyabb értéken tartani, amennyire csak lehet. Én azt mondanám neked, hogy ISO 100, ez általában minden fényképezőgépnél, kameránál az alap. Ha szeretnéd magad mögött mosni, ami van, ha van egyáltalán valami, akkor érdemes attól egy picit messzebb állnod, tehát egy-két méter, vagy minél több méter lehetőség szerint legyen közted és a mögötted lévő tárgyak között. A másik nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy a rekeszértéket, vagyis az F számot, ezt vedd minél alacsonyabbra, ez minél nyitottabb rekeszt jelent. Aztán, ami még nagyon fontos, a záridő, amit vegyél a videód beállított képkocka számának, másodpercenkénti képkocka számának a duplájára, kb. a hozzá legközelebbi értékre. Például a beállított képkocka szám 24, akkor annak a duplája 48, hát 1 per 48 adot nem lehet beállítani, de 50-edet már be lehet, szóval akkor állítsd 50 ed másodpercre a záridőt. Ennek valami ilyesmi lesz a végeredménye, mint amit itt nem látsz, mivel borzasztóan sötét van, egy a sötétített szobába, ezek mellett az értékek mellett, de viszont így legalább a lámpáinkkal tökéletesen ki tudjuk világítani azokat a területeket, amire szükség van, és mire van leginkább szükség, hát persze az arcom, vagy hát a te arcon kivilágítására. Ehhez egy főfény kell használunk, a leges, legerősebb lámpád megteszi, nem kell hozzá valami profi cucc, de azért tök jó, hogyha esetleg egy olyan lámpát tudsz használni, amire mondjuk softboxokat is rá lehet tenni, vagy bármilyen más fényformálót. Úgyhogy itt van a fő fényünk, egy 100 wattos LED lámpa, amit hogyha bekapcsolok, akkor már is sokkal jobb. Nagyon fontos, ne világíts közvetlenül arcmagasságba. Ez nem csak amiatt gáz, mert nem fogsz látni semmit, de persze ennek nem csak ez a problémája, hanem ö, nem túl természetes a közvetlenül ilyen magasságból érkező fény. Legyünk egy picit a természeteshez közeliek. Ugye a legtermészetesebb fény az a napfény, az pedig általában mindig magasan jár fent, nem túlságosan szép, hogyha pont a fejed fölött, valamilyen szögben, mondjuk ilyen 45-60 fokban fölötted, tehát a lámpa is körülbelül ilyen 45-60 fokban fölüled világítson. És nem lesz nem, is, nem ez így eléggé kellemetlenül és zavaróan mindenfelé szóródik. Ha ez a szempont, akkor, akkor készen vagyunk, de tegyük még egy fokkal érdekesebbé. Nézzük meg, hogy mit csinál, ha egy softbox kerül erre a lámpára. A softbox egy nagy szórófelület, amivel megnöveljük a lámpánknak a felületét gyakorlatilag. Aminek valami ilyesmi lesz a végeredménye. Oké, okay, egy fokkal lágyabb, még viszonylag azért erős árnyékok vannak, de ez a fény is elég erőteljesen szóródik, így nagyjából minden felé, és például a hátterünket is elég erősen befolyásolja. Pedig én azért szeretem használni ezeket a szűkebb cheek boxokat, vagy strip softboxokat, mivel ezeknek a fénye jóval keskenyebb, de még ennek a fényén is szűkíthetünk egy úgynevezett griddel, vagy hát magyarul nagyjából mélysejt rácsként lehet fordítani, ami még fókuszáltabbá, még összeszedettebbé teszi, és legjobban csak a hozzá közel álló dolgokat fogja megvilágítani, minél messzebb haladunk, annál erőteljesebben csökken a fénye, tehát a néhány méterre lévő háttér az már nem lesz nagyon befolyásolva, a fő fényünk által. A szobboxokra való mélysejtrács egy ilyen tépőzáras műanyag szövet anyag, amit egyszerűen csak ide ragasztunk elé. A közelállókat még viszonylag jól megvilágítja, viszont a hátterünk már szinte alig kap megvilágítást. Sose szemből világíts, míg az egy unalmas lapos megvilágítást ad. Ha kicsit oldalabbra teszed ki a fő fényedet, akkor már sokkal Plasztikusabb, sokkal 3 d lesz az arcod, igaz, árnyékokkal együtt. Ezt úgy csökkentheted, hogy a másik oldalról mondjuk valamilyen fehér felülettel deríted ezt az innen jövő fényt, vagy pedig egy másik lámpával, amit jóval gyengébre veszel, főfényeddel, majd hogy nem szemből, vagy neki szemből legalábbis, neked oldalról, hátulról világítod meg az alanyod Jelen esetben én, másik oldalát. Ez így már fél siker, de egy picit még a háttérről is beszéljünk. Érdemes, hogyha van valamilyen kis lámpád, ez lehet bármilyen állólámpa, vagy akár asztali olvasólámpa, bármi, akkor azzal feldobod a háttérnek a világítását, mesterséges környezeti fényt ö, biztosítasz, ezzel egy kicsit így elválasztod a hátteret, meg a háttérnek a megvilágítását az előterétől. Ez lehet egyébként teljesen más színhőmérsékletű fény, és erről még nem beszéltünk, mint a főfényed, meg a derítésed. Lehetőség szerint a főfényed és a derítésed az nagyjából ilyen napfény színhőmérséklet környéki legyen, amely olyan 5500 Kelvin Éppen miatt a beállítás egy között egy nagyon fontos beállítás, a színhőmérséklet beállítása, ezt ne hagyd automatán, hanem állítsd be napfény színhőmérsékletre. Hiszen a főfényeink azok napfény színhőmérséklettel világítanak, így a bőrszín az nagyjából természetes lesz. És mindjárt jön egy büfi, De nem jött. Szóval napfény színhőmérséklet. Ehhez képest a környezeti fények, például a háttérfényei, azok lehetnek egészen elvadult, színes, ettől jóval eltérőbb fények is. Ezzel színben is jobban el tudod különíteni egymástól a fő alakot, azaz magadat, meg a hátterét. De ha akarod, egészen extrém dolgokkal is kísérletezhetsz, például ha a bőrszínünk ugye általában melegebb színhőmérsékletű, hogyha hideg, akkor ott nagyon nagy baj van. Például, amely hidegebb színhőmérsékletű fényjel, de ez persze nem kőbevésett és nem szabály. Legyen ez ebben az esetben mondjuk kékkel, ez persze szükség lesz egy másik lámpára, meg szükség lesz egy olyan mondjuk fóliára, ami kéken világít. Azért is érdemes a háttértől egy kicsit eltávolodnunk, tehát pár métert hagynunk, hogy a lámpák nyugodtan be tudjanak mögénk világítani, úgyhogy ne annyira minket világítsanak be, hiszen hogyha oda hát, rálok a háttérbe, akkor már engem is világít a kék fény, benne vagyok a kék Szóval, hogyha valahol vannak még olyan pontok, akkor és még maradt lámpa a lakásba, akkor oda lehet ezeket fókuszáltatni, vagy oda lehet ezeket helyezgetni, hogy ezek a területek is ki legyenek világítva, de ez sem szabály, hogy a képmezőben minden területnek ki kell, hogy legyen világítva. Szerintem az a legfontosabb, hogy a főalak legyen e, leginkább kivilágítva, és a főalak környéki területek legyenek kivilágítva, a szélek meg a sarkok azok már nem annyira fontosak, sőt, hogyha azok sötétebbek, akkor ez a kivilágított terület sokkal jobban a lényegre tereli a néző figyelmét. De ha valamit még ki akarsz világítani, akkor nosza például egy kis lámpával, aminek a fénye ezúttal is ilyen sárgásabb, Tehetünk ide is egy kis átmenetet a falra, vagy akár mondjuk ide is egy kis kivilágítást. Ahogy tetszik, nekem az előző talán jobban tetszett. Ennek nem muszáj, hogy benne legyen. És készen is vagyunk, ezért fontos, hogy egy kicsit gondoljunk bele, kicsit tervezzük a világítást is, ne csak a drága kamerát a drága objektívekkel. Vagy szerinted hogy volt jobb? Így? Vagy? Így. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha ezt még eddig nem tettétek meg, és nagy köszönetem mindazoknak, akik a Patreonon támogatják ezt a kis csatornát, és akiknek a neve itt olvasható. Szép fényeket nektek! Sziasztok!